Havi 250 és 300 euró értékű támogatást kaphatnak ezentúl azok a munkaadók, akik inasokat vagy frissen diplomázott gyakornokokat alkalmaznak. A törvénymódosítást tegnap szavazta meg a képviselőház. A frissen végzett hallgatók alkalmazásáért eddig is állami támogatás járt a romániai vállalkozásoknak. A most elfogadott törvénnyel azonban ez a juttatás mintegy 60%-kal megnövekedik. A két módosítás összesen 400 ezer, 16 és 24 év közötti fiatalt érint, mondja Csép Éva Andrea képviselő. Megnövekedik az a támogatás, amelyet az állam ad azoknak az alkalmazóknak, akik frissen szakiskolát végzetteket alkalmaznak. Egy, kettő vagy három évre, ez attól függ, hogy mennyi idő fog tartani ez a szakmunkás képzés inas időszak. Ezt a támogatást a társadalombiztosítási alapból, valamint európai forrásokból fogja finanszírozni az állam. A frissen lediplomázottak is örülhetnek. Kovács Szabina Zsuzsanna távközlés szakos végzős hallgató. Számára kimondottan jó hír a törvénymódosítás. Én az itteni évém alatt láttam azt, hogy a frissen végzett ismerőseim nehezen kapnak munkát, és hónapokat töltenek munkanélkül, úgyhogy szerintem mindenképpen elősegíti azt, hogy könnyebben és egyszerűbben és hamarabb kapjunk majd munkát, és mert ugyebár én is most végzek, így remélem, hogy nekem is ez segíteni fog. A munkanélküliségi ráta a 15-24 éves korosztály körében a legmagasabb, 21,7%-os. Ez az arány az egyetemet végzettek körében 15%.